egy új országos szervezetet kívánok létrehozni, mert nem kívánok ennyi dolgozni Lüleivel, sem a kormányban, sem a népszerűen, így szívem mutatok dolgozni. És ennek a szellemiségben jöttünk össze a... Amit én el szeretnék mondani nektek irányjelként, nagyon szeretném, hogyha a jelenlegi cigányi kormányzatok országos szövetségének, egyesületének a tagjai, alakuló ülésnek, alakuló személyei, tagjai egy valóban egy új irányjelvel szeretnének dolgozni a közösségi kérdésében. A zászlókkal itt tűztünk, pártoktól független érdekképviselet, és valóban cigány életképviselet. Ez az egyik része, a másik, amit én a lehetőre vagyok tisztelettel szeretnék mindenkitől kérni. És ha erre akartottál magam, akkor kérlek, hogy nincsenek óvjatok meg, és nincsenek a jegyem is. Ne akarjunk visszafelé mutogatni, és bűnbakat keresni. Nem visz jóra. Mindenki tudja, legalábbis az országos képviselőtársaink közül mindenki tudja, hogy a napjainkat az úr kitöltötte. A botrányokat, a tehetetlenségét. Az, hogy egyáltalán nem tudjuk képviselni Magyarország kiállítanak a több módon, mint ahogy azt Eskó tette, és amire hivatottak lenni. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy körbe telefonálnak mindenki, és jöttetek. Újdonság. Mitől akarom az újat? Nagyon fontos, hogy békét akarunk, amennyiben lehet egy zászlót akarunk, nem akarunk botránypolitikát, és végre egyszer próbáljuk meg a cigányokkal is tenni valamit. Igazából ezek azok a tömör gondolatok, amiért azt mondtam, hogy jó akarok emberekkel tudni részét csinálni. És egy nagyon fontos képviselőtársaim. Nem a hátam mögé hívlak benneteket, és senki hátam mögé egymás mellé kérlek, hogy gyertek egymás mellé. Kardinális kérdéskörökkel vannak, vagy lesznek, azokat azt gondolom, hogy csak és kizárólag együtt hosszasítani és együtt. Ennek a jegyében, aki úgy gondolja, hogy itt a helye, és valóban tenni akar a cigányokért, akkor azt tegyük meg most. És engedjétek meg, hogy a Karcsinak adjak szót, mert közöttünk próbálja el, hogy menjen, és jelezte, hogy szólni akar. Én azt gondolom, hogy bevezetőre talán ennyi. A többinek, hogyha kérdés merül föl, az őkkel válaszolunk. És akkor ennek a mentén vezessük. Karcsi, tiéd a kollégát. Mit gondolok én erről az egészről,
éjszakában menni el. Azt gondolom, összességében egész értelem. Miről van szó? Én azt tudom megismételni, és a Tibor számára már ismerősek a mondatok, a gondolatok. Amikor én a roma közéletbe bekerültem, akkor 18 éves voltam, ma 58 éves vagyok. Ez időszak alatt voltam helyi, megyei és országos önkormányzati képviselő, én már a negyedik ciklusban, és azt mondtam a Tibornak, azt már kiválóan tudjuk, hogy mi az, amit nem szabad csinálni. Ebben nagyon nagy cégünk van. Azt még nem csináltuk, mondani mondtuk, de azt még nem csináltuk, hogy mit kellene másképp. Mondani mondtuk, és mindjárt tudjuk, és itt közülünk is évtizedek óta vagyok bent a roma politikában. Most pont a Rostás Lacira nézve, Szerkusz Lacira. És a kinyája korábban azt is mondta, hogy amikor én kezdtem annak idején, akkor ugye ebből a megyéből az Orbán idejel adtak el képviselőre. A nem tetszés nyilvánítása. És anélkül, hogy én részletesen belemegyek az országos önkormányzat dolgaiba, erre sem idő nincsen, mert erre készítünk percbe. De amit elvárultam, azt gondolom készíteni kell, hogy mit az, hogy kell felmutatni. Meggyőződésem, hogy a ma kialakult helyzet a romai terén, az egyrészt a hatalmatlan, és ott a országos önkormányzatról lényeg gondolat, arról is meg vagyok győződve, hogy erkölcsi és morális válság van az országos önkormányzatban, és pontosan tudom, legalábbis én hiszem, hogy ezt belülről megoldani ezt a problémát nem tudjuk, erre képtelenek vagyunk. Ezt az új gondolkodást is, hogy ezt fogok, azt mondtam, mitől fogjuk? Attól, hogy fogjuk. Attól, hogy most leszek fűszer, leszek. Attól, hogy én most majd beleszégyeztem. Az alapgondolatom, hogy nekem legalábbis az, hogy az én véleményem csak kívül lehet a roma politikát, a roma közügyet új elemeket beletenni, másképp gondolkodni, és az országos roma kormányzat. Ugyan nyilvánvaló vitakatartalmi 50 képviselő, tehát mert nem tudjuk kizártanak, mert most gondolom nem is akarjuk. Tehát véleményem szerint csak szívügyről lehet megváltoztatni az országos önkormányzatot. Mit kellene ezt megvédelni? Én a Tibornak azt is mondtam, hogy talán tízszer fel sem fogjuk, hogy ma Magyarországon micsoda változáson megyünk keresztül, akár ebben a pillanatban is. És milyen változások várhatóak a jövő életében is. A romai ma Magyarországon nem lehet kivizsgálni és úgy kezelni, hogy a nagy politikában, a nagy politikában nem tűnik, hogy hol a helyet szerepel a romai. Az biztos, hogy ezek a változások, amiket megérünk, és majd meg fogunk élni, ez a roma közélet, ebben a formában így nem alkalmas a fogadására. Nem alkalmas a fogadására. Ennek a szervezetnek arra kell felkészülni, hogy az új helyzeteket kezelni tudja, fogadni tudja, választokat tudjon az irány, és azt gondolom először, hogy mindig a politika, elsősorban, először,
majd utána jönnek azok, amiket én hozzászoktunk, hogy program, szakma, mit tudom én. De ha együtt akarok mondani a kettőt, akkor arról van szó, hogy szakma politika. Az egészen biztos, hogy az a fajta gondolkodás, ami ma minket, egy pár gondolatot rólunk képviselőkről elnézést, ez az én megítélésem, senkit nem akarok megbántani, mert az egy köztük úgy gondolom, hogy korábban is jó viszont volt, de inkább úgy keresetben itt oldanám, hogy tudjuk a magam felé. Tehát az úgy gondolom, hogy ebben a formában, ezen a szellemiségben, ugye az országos önkormányzat, ha úgy tetszik, az egy cigányság legmagasabb politikai volt. És ami ott történik, egy kicsit hadd tetszen az ügyes becsületünk, nem mindenben úgy hibás az országos önkormányzat, ahogy azt a közvéleményt felé tárolja,